A Renault gyakorlatilag egyszerre mutatta be a hát kis és középkategóriás autóinak a kombi változatát. Ugye ez azt jelenti, hogy a Clio-nak a Grand Tour, Megane Grand Tour, és most már van a Talisman, ugye ez egy elég nagy autó, annak is van egy kombi változata. Ha jól emlékszem, ugyanebben a sorrendben fogjuk majd szépen lassan ezeket tesztelgetni. Tehát elsőként eljutott hozzánk a Clio Grand Tour. Ugye a Clio maga nem egy annyira új modell már a magyar piacon, rengeteg változatban járt nálunk. Talán nem mondok vele nagy dolgot, ha azt mondom, hogy pont a GT és ugye az RS változatokkal voltunk mi nagyon-nagyon elégedett, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy majdnem minden Clio-t szerettük. Egy nagyon kis kellemes méretű autó. Most pedig azzal, hogy kombi lett, ugye egy sokkal inkább családi használatra alkalmasabb valami lett. Kicsit furcsa ezekről az autókról nekem beszélni, mert annól, amikor elkezdtem az autós újságíró pályafutásomat, akkor ez egy Clio sokkal kisebb autó volt. Én még annól versenyeztem a Clio kupába, szerencsére. És az a Clio az egy kis tömzsi valami volt ehhez képest. Ezek már olyan nagy autók, több mint 4,2 méter hosszú például ez a modell. Igazából nem tudok róla kis autóként beszélni. Saját magam mögött már elférek egy ilyenbe, persze a lábam még beleér az első ülésbe, de azt gondolom, hogy a térkínálat teljesen rendben van. És most már ugye, mivel egy kombi kivitelben ülünk, ez 443 literes csomagtartóval szerelt, azzal abba se lehet belekötni, teljesen elég nekem ez a csomagtér. És maga a formája is egyébként nem annyira kombis. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy még egész mutatós is. Ezen nagyon sokat segített egyébként az, hogy van rajta egy GT Line nevezetű csomag. Ez azt jelenti, hogy egy más felnék, nagyon szép 17-es felnéket kapott, belül is egy ilyen varázs is ilyen kék, a sportülések iszonyat jól tartanak, nekem ez nagyon tetszik. És még van pár ilyen apró dizájnelemek, természetesen rá van írva, hogy GT, amitől ez a modell kívülről is sokkal szebb, és még ugye megkapott egy speciális ilyen kék fényezést is, úgyhogy sokan megnézik az autót, ami nekem egy kicsit furcsa, hiszen azért mégiscsak egy Clio-ról beszélünk. És ehhez van párosítva egy 1.2-es turbomotor, ami a sima 5 ajtósban is volt nálunk GT, az annó dupla kuplungos váltóval, most végre manuális, 6-fokozatú manuális váltóval kaptuk ezt meg, és azt kell mondjam, hogy nagyon megszerettem. Ha az ember nagyon hajtja, mert egész dinamikusan lehet vele közlekedni, akkor a fogyasztása nem annyira barátságos, de ha visszaállunk egy normális vezetésre, akkor egy 7 liter alatti átlaggal le lehet vele járni. Én most valamiért lehet a GT Line csomag hatására kicsit megbolondultam bele, és én nagyon rugalmasan, dinamikusan megyek vele, egyébként le is húzódnak előtt le, amit még megint csak nem értek, de így már azért 9 liter körül van inkább a fogyasztás, de egyébként tetszik, mert alacsony fordulatra is tök jól megy, a váltó is egész jól váltogatható, a kormányzás teljesen rendben van, és azt gondolom, hogy az útfekvésével sincs semmi baj, úgyhogy gyakorlatilag kaptunk egy olyan kombit, amiben jó pakolni, de mégis az én kis érzelemvilágomhoz közelebb áll, jó ülésekkel, lehet vele lendületesen közlekedni, a multimédiás rész is nagyjából rendben van, és igazából nem tudok mibe belekötni. Talán az ára az egyetlen, amit egy kicsit furcsálottam, bár egy ilyen Clio kombit ugye 3,2 millió forinttól is lehet már kapni, ami azt jelenti, hogy egy sima 5 ajtósnál azonos felszereltség mellett 200 ezer forinttal drágább. Azért a 1.2-es turbós változat az már inkább 4 millió 2 körül van, egy picit alatta. Ahhoz, hogy az ember GT Line-os vezet, ahhoz meg kell venni az Intense csomagot, ami már 4 millió 8, és akkor jön még bele ez a GT Line csomag, ami még 320 ezer, meg ebben még Bose Hi-Fi van, ami még 220 ezer. Tehát jól számolják, azért nagyon gyorsan eljutottunk egy kb. 5,5 milliós összegig, amit egy Renault-nál kicsit csokallok. Persze tudom, hogy a konkurensek se kerülnek kevesebbe, de pont eddig a Renault attól volt nagyon-nagyon jó, hogy nagyon baráti árakot szabott meg. Lehet, nem egy ennyire fullost kell megvenni, nem is biztos, hogy szükség van egy ennyire fullos verzióra bárkinek. Úgyhogy összességében én megszerettem ezt az autót, pedig nem nagyon ezt vártam tőle, de mégis így első körben meggyőző, és ugye a Megane meg a Talisman mostanában még jobban szerettük, hogy azoktól még többet várok.